Miért zöld és fehér a fradi? Mert ez maradt. Ez az állítás kissé nevetséges, de nem sokban tér el a valóságtól. Mikor annó 1899-ben megalapították a Ferencvárosi Tornaklubot, az akkor labdarúgó bajnokcsapat BTC piros-fehérben játszott. És a budapesti tornaklubhoz hasonlóan a Ferencvárosi, akik szerették volna a csapatukon megjeleníteni Magyarországot, a magyar nemzeti színeket. Így a még szabadon lévő zöld és fehér színt választották. Tulajdonképpen ez maradt. Ezért láthatjuk ma is napjainkban a Ferencáros sportolóit zöld-fehérben. Ha neked is új volt ez az információ és hasznosra találtad ezt a tartalmat, mindenképp iratkozz fel a csatornánkra és lájkold ezt a videót. Sziasztok!